Halihó, szervusztok, sziasztok! Szép egyforma rendszámok, legalábbis a számok nagyon egyformák, és ő a Nissan Qashqai-unk, amit elviszünk most egy tesztútra. Jön velünk koncerto, és külön sofőrünk is lesz, tehát teljes kényelemben mutatjuk meg most ezt az autót, hogy viselkedik az közúton. Ugye látjuk, hogy nagyon rendben van. Alufelnik szépek, kerekek, gyönyörű színe van. Működik benne ez a nagy napfénytető, majd azt is kipróbáljuk, illetve hát tolatóradaros, vonóhorgos, végig szervizelt, rendben levő a járgányunk. Nagyon kedvelik a modellt, ugye viszonylag magasan ülünk fönn, és a beszállás is nagyon könnyű. Hát látszik, hogy innen a járdáról szinte alig kell föllépni, és már be is tudunk ülni az autóba. Be is tesszük ide koncertot, hogy szépen itt viselkedjen és üljön hátul, mert most jelenleg ő ezt az ülést kapta meg. Hátul egyébként izofixes, tehát be lehet tenni gyereküléseket, illetve ugye van hátul ez a pohártartós kartámasz, egy nagyon nagy kényelmet biztosít, hogyha négyen utazunk benne. Ugye a biztonságövet azt ide fölülre tették az ötödik utasnak. Hátul azt látjuk még, hogy nagy hangszóróhelyek és ilyen kis hálók az ülések mögött. Ezen kívül szerintem ez még egy valami pohártartó is lehet. Nem tudom most kinyitni, de nem biztos, hogy az lehet, hogy csak a könyöklőnek a nyitókája. Aztán elektromos ablakok vannak hátul még, ami szintén kényelmet biztosít. És megnézzük, hogy hogy is megy, mert nagyon kedvelt modell. Jól is van mérete ez az a motor, ami most benne van, ez a 115 lóerős 1.6-os benzines motor. És ugye itt láthatjuk azt, hogy kikapcsolható a légzsák is elől. És nagyon kedvelt városi modell, ugye én is ide könnyed bepantam. Nem nagyon kell leülnünk a földre, és egész magasan ülünk. Nagyon jól kilátni belőle, hatalmas a szélvédő. És nézzük, akkor köszöntjük tesztpilótánkat, Lacit is, és ő fogja vezetgetni ezt a járgányt. Azt mondja, multikormányos, ugye tudunk tempomatot szabályozni, és a klímánk is, amire most már szükség van, mert nagyon jó idő lett, tökéletesen működik benne. Ugye ő duálos, tehát azt jelenti, hogy mind a két oldal vezérelhető külön is, így külön hőfokot én magamnak mondjuk egy kicsit hidegebbet szeretnék, akkor így állítom be. Jaj, nem kötöttem be magam, de hát természetesen ami késik, nem múlik, mert visszajelzi ezt is, mint hogy hallottuk, és elkezd egyből csipogni. Innen már jöhet is rám egy kicsit a hideg, nagyszerű, ez is működik. Aztán napfénytetőnk, ugye ezt mutattam, így nyitódik, csukódik, tökéletesen jár ez is, és azt láthatjuk, hogy milyen fordulatnál hogy kell váltani, nagyon könnyen fordul. Motorzajt alig hallani benne, és már harmadikba vagyunk. Negyedik, ötödik tempomat, igen. Nagyon jól mutatja a pilótánk, az is működik benne, tehát ott tudjuk szabályozni, bekapcsolni, illetve kikapcsolni. Az autónkban tankoltunk bele, 163 ezret ment már az autónk. Ugye sokat szervizelték, a rádió is vezérelhető, mint látjuk a kormányról, onnan be lehetett kapcsolni is, ki is lehet, illetve itt is ugye tudjuk kezelni innen előről is, az is teljesen jól szuperál. Hamarosan meg is érkezünk a telephelyünkre, tudjátok hol vagyunk, Szent Mihály út 9-en a 15. kerületben, itt az M3-as autópálya mellett, és remélem tudtam azért pár dolgot, újat mutatni az autóról, és nagyon örülök neki, hogy ilyen rendesen követtek minket itt a nehéz időkben is, és várunk vele szeretettel. Nagyon köszönjük Lacinak is a tesztutat, beparkolunk vele a helyére, titeket pedig várunk itt a 15. kerületben, M3 Autopark. Köszönöm szépen, hogy ilyen rendesen követtek minket, szervusztok, sziasztok!